Estéjük. Viszlát! Köszönjük! Gyerünk, ez az, gyerünk! Még mindig buliznak, senki sem megy tudom, haza. Ezt totál rémálom. Hallod ezt? Na nem! Buli van! Vége! Nincs értik? El kell menni! Vigye innen a cimboráit! Azonnal tűnjenek el! Tűnjenek! Gyerünk, gyertek! Lisa, egy mindenkinek perc. Le kell szállni. Danny, hol vagy? Ezer éve hívlak. Várj már! Vera, a megszállott nyomozó. Folyó hidege. Itt van a napfénypontja. Aki már hajnalban hajhálót ölt. Malcolm? Megüzente, hogy én a... Igen, persze, hogy meg igen. Mennyire biztos nem ez? Mondanám, ha nem lenne biztos. Folytogatás nyoma. És mikor lesz hivatalos? Amint a halott Kim bekapcsolja a tetves mobilját. Hívta őket? A parti őrség. A kapitány. A vállapos fickó. Ő találta meg? Nem, egy csomó csaj volt. A vallomás után hazaküldtem őket. Micsoda? Kijózanodni. Hozzátartozó? Látta az egészet. Látta a testét. A vízbe esve. Meg a fene, ha egy rohadt rántott ásra. A tesó momót befújt, eltörte a bordáit, belehalt volna, ha még él. Nézd el, mutatna egy kis együttérzést, ha kérem. Azt hiszem, az a sógora volt. Szóval, ha bárki kérdezi, hogy állunk, nem tisztázott. Világos, nem tisztázott. Persze, értem. Igen, így szó. Leszámít valami nyilvánvaló. Most sem volt másképp. Hogyne.
Danielnek hívjuk, vagy Danny-nek? A család csak Danny-nek. Akkor mi is így teszünk. Mozgatták? Kétszer is elmozdították. A hajóra vonszolták, aztán páran becipelték ide. Nem akarták hagyni, hogy megfázzon. Az arcszínét is bevérzések okozzák. És a szemét is. A folytástól? Semmi kétség. Vagy még inkább az erős nyomástól. Látja ezt? Ez egy hüvelykujj nyoma. Házastársi erőszaknál gyakori. Ó, igen. Azt akartam, hogy hallgassom. A hajvonalnál is van még egy seb. A hajánál fogva húzták. És senki sem látta? Úgy tűnik, nem. Ez vállalati buli volt? Igen, a nővéréje a Várszíz. Ismernem kéne? Szépségszalonok. Sok van belőlük. Tehát a következő kérdésem, mikor? Nem egész 11 órája. 12.06-kor hívták ki a mentőket. A nővére épp a fedélzeten kereste, amikor hallotta, hogy egy nő sikít. Akkor látták meg a testét a vízben. Jól van, megfojtották, aztán bedobták, vagy belökték a vízbe. A hajóról, vagy a partról? Hajó? A kapitány szerint alig van itt valaki. Jól van, akkor beszélnünk kell azokkal, akik elmentek. Jönnek a búvárok? Szegény lány. Azt akarja, hogy bízzuk az embereire? Ó, nem kell. Általában hogy kerül egy ember a vízbe? Általában? A vízbe esik. A legtöbb haláleset oka a vagány bohóckodás. Lehet, hogy beleesett, de máshol. Azt mondta, hogy előbb is megálltak. Igen, egy hotelnél egy kis grillezésre, az Allenburn Manornál. Az mennyi? Talán 20 perc innen. Kb. Szerintem, ha ott esik bele, nem itt kerül elő. Miért nem? Van áramlás, eső, egy ilyen kis test a tengerben köt neki. És ha a dagály behozza? Beakadhatott volna a tat alá, de akkor a propeller biztos más jellegű lenne a sérülés. Korábban is volt dolga a legénységgel? Nem. A tulaj abban a kék nadrágban most került a szakmába. Dobálózik a szakszavakkal. De nekem az a benyomásom... Hogy palástolja, amit nem tud. Valami más, ami turpisság? Nem régi a felújítás. A biztonsági felszerelések modernek. De azt rebesgetik, hogy az utasok becsempészik a piát. A saját szakállukra? Olyat én is láttam, hogy a legénység osztja a zárás után. Úgy tűnik, hogy fedezik magukat. Hozza őket, Kenny. Már is. Kösz szívem. Kösz. Ez a meghívottak névsorra, vagy azoké, akik eljöttek? Aki hajóra szállt. De más is feljuthatott? Nem. Mi ellenőriztük. És újra ellenőrizték, miután véget ért a grillezés? Nem, ezt nem állíthatom. Miért kell az otthoni címük? Ez biztonsági előírás. És a legénység? Csak mi vagyunk meg páran az ügynökségtől. Mikor mentek el? Elküldtem őket a csetepaté után. Beszélnünk kell velük, szívem. Az irodánál elérhetők. Nyomban szerezze meg az adatokat. Mit gondolnak? Részeg volt? Azt nem tudom. Az volt? Látta? Láttam egy csomó nagyon részeg lányt. Kicsit elszabadult a pokol, de mi mindent megtettünk. Igen. Értem. Jól van. Mark, nézzen utána a grillezésnek. Tudni akarom, hogy pontosan ki ment vissza Keyside-ba. Intézem. Igen. Nos, kivel találkozom? A sötét hajú hölgy, Sadie. Az áldozat nővére. Ő rendezte a bulit? Lisa volt. Sadie nem ment el. A vöröshajú Paul a Várzisztől. Ő szervezte meg. Értem. Nos, hol ez a Lisa? Nyugtatót kapott, aztán hazavitték. Értem. Itt van a lány lakáskulcsa? Itt van.
Sadie? Stanhope főfelügyelő vagyok. Fogadja őszinte részvétünket. Bocsánat, nem tudom elhinni, hogy ez történt. Jöjjön, szívem. Menjünk valami csöndesebb helyre, jöjjön. Van fent egy szoba. 36. 37 lenne áprilisban. És fodrász volt. Sokkal inkább aligazgató. A Central Arcádban. Mutassam a vendéglistát? Legyen szíves. Látja, én ezt nem értem. Rengeteg ember volt, és nem látták beleesni. Nos, mindenkivel beszélni fogunk. Gyanít valamit? Még megvárjuk, mit mond a halott kém. Az majd tisztázza. Azaz igen, ugye? Volt valami. Elmondaná, mikor látta az elhunytat utoljára? A beszédek után felkapta a vizet, mert a hajón elfogyott a pia. Szóval a saját kezünkbe vettük a dolgot, és hoztunk pár palackkal a hotelből. Akkor a saját italukat itták. Szóltunk a legénységnek, de rá se hederítettek egyáltalán. Megkérdezték Neilt, mi történt? Ki az a Neil? A pasia. Kérdezzék meg, balhéztak-e? Ott volt, ugye? Miért kellett volna balhézniuk? Mert az az ember szörnyen bánt vele. Tegnap este. Nem. Tegnap előtt. Kimozdultunk. Danny nem volt önmaga. Nem tudtam kiszedni belőle, de arra célzott, hogy Neil bántalmazza. Mi van? Akkor nem voltál ott. Szóval, pontosan mit mondott? Pontosan nem mondta ki. De manipulatív pasikat emlegetett, akik törnek és zúznak. Nem hiheted, hogy ez Neil. De éppen azt hiszem. Szerintem Dannynek elege lett. Ezt akartam mondani. Persze, hogy kérdeztük az udvarlót. Senki sem említette. Jól van, a nővére mondta, szóval nem teremtem le emiatt. Milyen nagy lelkű lett. Jack, megtalálták. A Sirexo alkalmazottja Hartlepoolban. Akkor gyerünk, délre megyünk. Próbálja meg két ellel is. Talán úgy. Sajnálom. Nincs semmi gond, Neil. Ez még a sok. Ha tisztázatlan, akkor nem baleset? Nem, de minden szemszöget meg kell vizsgálni. Nem értettem, miért nem üzem, vagy... Persze, ez világos. Vártam az SMS-ére. Na, hajón összekaptunk. Milyen okból? Átnézett rajtam. Csak a családdal törődött. Nincs jóban a családjával? Nincs velük baj. Csak mindenki benyallisszának. Elegem van. Na mindegy is. Volt valami velük. Danny magamra hagyott. Egyedül bókláztam. Tudja, mi volt velük? Fogalmam sincs. Nem avatott be. Jó, de mit gondol? Mondtam, hogy nem tudom, mi volt az. Nézze. Az elmúlt hetekben elég furcsa volt, érti? Csak bújta a laptopját, elküldött a francba. Nagy baj lehetett. A grillezés után beült egy taxiba. Jól van, már mondtam. Ellenőrzöm. Fogalmuk sincs, ki volt a fedélzeten. Nem csoda, hogy kisé elszabadult a pokol.
Jöjjön, megyünk. Egy középvezető vár. Megan Sibisi. Tudunk róla valamit? Még nem. De ő lehet az. Jó, csevegjen vele. Érzékelje a légkört. Most hová megy? Dennyhez. Ahó! Összegezve, betörésnek nincs nyoma. Lehet, hogy valami konkrétat keresett. Kérem, a riasztórendszer adatait, és egy családtag ellenőrizze, hogy mi hiányzik. Idővonal. Mikor látták utoljára az áldozatot? Van egy kamera a hajón a bárnál. 11:42. És mikor értek vissza? Szinte rögtön indultak, szóval 11:42-re értek Quayside-ba. És ő egy órán belül halott volt. Mi történt a hajón? Hová ment Danny? Azért ez nem a Queen Mary. Mindenkitől bekértük a fotóit. És Lisa hánykor kezdte el keresni? Ez bizonytalan, még túl zaklatott, hogy kihallgassuk. Azt mondjam, első a vendégek kihallgatása, vagy fontosabb a betörés? Mindkettő nagyon fontos. Több mint 80 fő volt jelen. Igen, és odakint még többen, részegek, járókelők, kocogók, stb. Mi van az ügynökség embereivel? Az ég szerelmére. Úgy volt, hogy a kapitány küld egy listát, sürgessék meg. Teljes bizonyossággal akarom tudni, ki volt a legénységben, mikor a hajó Quayside-ba ért. Csak egy-egy vízi útra szerződnek, nehéz utolérni őket. Akkor ne bottal üsse a nyomukat, Kenny. Tehát... az élete utolsó fél napja. Tegnap 5 körül átment Lisához készülődni. Igen? Mark, gyerünk! Elnézést, ellenőriztük a járműveket a hotelnél. Megvan az a taxi, ami hazavitte az udvarlót. Elindult, amikor mondta, és Jánba ment. Az jó hosszú taxival, igaz? Az 30-40 kilométer, kb. 50 font. Messzire akart jutni. Látja, mi hiányzik a képből? Megmagyarázzam. Az, hogy nincs hab az orrüregekben, nem küzdött levegőért. Bizonyára eszméletlenül került a vízbe. Erre rátapintott. Nos, van propeller okozta sérülés, ami nem egyértelmű? Nincs. Nem sodródott el. A parti őrséges nőnek gőze sincs róla. Neve is van. Igen, szóval nem hallgatnék rá. Tehát a jó hír az, hogy rengeteg DNS mintát szedtünk össze, leginkább a körme alól. A hátránya az, hogy az rengeteg DNS mintát szedtünk össze, tehát időbe telik, míg mind átbogarásszuk. Mérja ki, de mint mondtam, biztos gyilkosság. Fel kell nyitnunk. Jó, akkor közlöm a családdal. Én azt nem bírnám gyomorral. Ez az, amiért... le a kalappal ön előtt. Ajtó.
15 millió hajvágásból. A bevétel, nem a haszon. Csak az adó kurtítja? Nem kizárólag. Több mint 200 alkalmazott, mint fizetést kapnak. Végre kapóra jön a közgazdasági diploma. Van mit a tejbe aprítani. A botox üzlet fellendülőben van. Ha más nem, ez kiegyenlíti az iparhanyatlást. Mellesleg sokat jótékonykodik. Hogy? Hajléktalanokat etett, vagy bulit tartak gazdag cimboráinak? Nézzel, senkit sem becsmirellek, ha csak rá nem szolgál. A pénz nem jelent felmentést, igaz? Nem, de telik jó ügyvédre. Igazad volt. Jaj, Liz. Láttam a testét. Ön nem... Mármint hogyan? A hajóra surrant valaki? Igen, ez is felmerülhet, igen. Nem volt ellenőrzés. De? Megkérdezhetem, mikor vették észre, hogy eltűnt? Talán, amikor a taxis hívott? Igen. A taxis hívta Paulát. Közel jártunk Quaysidehoz. Keresni kezdtem, nem volt a mosdóban, és nem láttam a tánctéren. Sejti, mikor lehetett? Nézzem meg, hogy mikor hívott a taxis. Igen, az jó lenne. Úgy volt, hogy itt alszik. Bóli után utált visszamenni az üres lakásba. Jól van. Hát, ez elég nyilvánvaló, de... Danny haragban állt bárkivel. Nem. Nem volt haragtartó. Maga nem tudja, hogy milyen volt. Nem konfrontálódott. Nagy volt benne a bizalom, a naivitás. Mondd el, amit nekem, hogy Neil bántotta. Mondtam. Ugyan, Liz, sosem bántotta. Akadtak más férfiak is? Nem. Nem. Nem, ő nem csalta volna meg. Csak Neil. Szerintem nem. Mi az? Nem kedvelem, de nem hiszem, mi hogy... az oka? Neil az a fajta, aki utálja, ha valakinek pénze van. Hangoztatja. Danny soha... senkinek nem látta a rossz oldalát. Mindenkiről a legjobbat feltételezte. Mit tehetünk? Tartsunk sajtókonferenciát? Mit? Ebben nem szólunk bele. Nem, de... jobb lesz, ha felkészülnek rá. Ez hosszú hajszal lesz. Tessék, erre szükség lesz. A lábára. Ezt rühelte volna. Megengedi? Nem, szívem. Feltűnik-e valami, ami eltűnt? Miért nem szólalt meg a riasztója? Lisa egy vagyont költött a biztonságra. Nem csak itt, minden üzletben. Valami, ami nincs itt? A kézitáskája. És egy laptop, ami nagyon menő és vékony. Értem, még valami? Azt hiszi, hogy ezen rugózom, de én nem bízom Neilben. Azt nem róhatom fel magának, hogy spekulál. Nem tudja, egyre csak kattog az agyam is. Danny rákérdezett az életbiztosításra. Ez nem jellemző rá. Sose szerette az apanást, vagy ilyesmit. Mi van, ha Neil sugalta? Ezt biztosan tudja, vagy csak vaktában lő? Az értelmét keresem. Minek a fejlett biztonsági rendszer? Betörők ellen. Az nagy gond a szakmában? Sok nagy gond van a szakmában. Az a sok pénz, és a rengeteg nő.
Egy kígyó verem. Jól van. A riasztó 18 óra 2-kor kapcsolták ki, és 16 perc múlva vissza. Akkor épp a nővérénél készülődött. Ha ez nem belső értesülés, megeszem a kalapomat. Vagy egy családtag, vagy a pasia. Vagy valaki más az üzletből. Mm-hmm. Próbálják megtudni, mire készült. A neten állt a lehetséges. És nézze meg a bankszámláit. Itt nagy pénz forog kockán, az nagy bajt okozhat. Tudja mit? Adjon nekem még fél percet. Kiderítették, hogy ezek a ruhák mindig rabszolgamunkával készülnek. A szervezet bűnözés mindenhová beteszi a lábát, igaz? Még a jó ügyekbe is. Kenny? A háttérellenőrzés hozott nekünk egy nyomot. A kapitány és a lánya feljelentett egy nőt zaklatásért. Igen? Igen? Rendőrtisztek vagyunk, Mrs. Anvil. Stanhope főfelügyelő, Haley őrmester. Bemehetünk? Sajnálom, nem. Na várjon, várjon! Mi lenne, ha maga jön neki a háza elé? Az jobb lenne? Csak pár szóra. Úgy nézek én ki, mint egy zaklató. Nos, lehet, hogy valaki valamiért zabos lett szívem. Mármint nekik szegeztem a kérdést, mert egyenes választ akartam. Választ? Mert maguk nem tettek semmit. Hagytak egy szórólapot, és annyi. Mit kellett volna tennünk, és mikor? Lecsukni őket, mint, nem tudom, bűntársakat. Leadják a tippet a betörőknek, mikor üres egy ház. Persze. Úgy van. Mindenki tudta a lagzin. Elintézték, hogy mi kint rekedjünk a vízen, amíg a haverjaik kifosztják a házat. Nézze, sajnálom, hogy kirabolták szívem, de... Még jó, hogy nem voltam itt. Mert ha épp itt vagyok, vajon mi történik? Nézze, tudom, hogy ez lehangoló, és megértem önt, higgye el. De ezt onnan tudja, mert ön... Mert nyilvánvaló volt. Hívja fel a többi vendéget, elkérték a nevet és a lakcímet, minden értelmes ok nélkül. Mi másért kéne nekik? Nézze meg, hogy a környéken voltak-e hasonló betörések, hát ha összeáll valami. Vigyük be kihallgatni a kapitányt? Nem, még ne. Előbb kapargassuk meg a hátterét. Mi sül ki abból? Mi a kiinduló pont? Hogy címeket passzolnak át valakinek? Danny valahogy megtudja ezt? Erre... Keresnek egy csendes helyet, ahol elhallgattak? De ez elég indítéknak. Megölni egy nőt, hogy megvédjenek pár fosztogatót? Lehet, hogy feljebb vezet ez a szál egy nagyobb bandához. Igaz, hogy ha van két betörés, és egy szára fűzzük fel, az mi újság, szívem? Jövök az adóásszal. Igen? Akkor tegyen vallomás, szívem. Azt nem, túl könnyű lenne a dolga. De vannak víz alatti képek, megteszik, míg nem kerül szárazdokba. Lássuk! Ezt hol találták? A búváraik szedték le a hajótest széléről. Micsoda? Van négy kampó az oldalán. Ezek beléjük akadt szövet szálak. Egyeznek a ruhájával. Szóval a ruhái fennakadtak az egyik ilyenben. De mire valók? Hát, ez a kérdés. Még sose láttam ilyet. Arra tudok gondolni, hogy egy tartályt erősítettek hozzájuk. De sajátos, hogy ilyen eldugott helyen van. Ha csak nem olyan a rakomány, amit nem vernek nagy dobra. Ez az én hajó. Igen. Mondhatjuk, hogy az alsó fele. Árulja el, vajon mire valók ezek? Az engedélyükön még nem szerepelnek, szóval azt hiszem, egy éven belül szerelték fel. Biztonsági okokból jegyezzük fel. Kérdezzék meg az apámat. Kiadhatták ezt az információt, netán nem szándékosan?
Kinek? Hát, valakinek a szervezett bűnözésből. Mi nem ismerünk szervezett bűnözőket. Jól van. Mutathatok egy képet a hajó aljáról? Mi a másodállása? Milyen bajba keverte magát? Még sosem láttam. Nem? A semmiből előbukkant egy fickó, jó pénzt ajánlott, ezért felrakadtam a kampókat. Többé sosem láttam. Ó, a bűnöző, akit elnyelt a föld. Még soha nem találkoztam hasonlóval. Nézze meg a mobilomat. Küldtem neki legalább 20 üzenetet. Ó, akkor noszogatta? Nehéz időket éltem. Én a főnök háta mögött intéztem. Még soha nem láttam ezt. De biztos van valami magyarázata. Az apja szerint valaki rávette, hogy illegális árukat szállítson. Istenem, ez mindent tönkre tesz. Richard tud erről az egészről? Csak ő tart minket felszínen. Amikor csődbe mentünk, megvette a hajót. Barátként viselkedett, mentővet dobott, csak hogy aztán átvert minket. Mi húztuk az igát, ő tette zsebre a hasznot. Csak azt teszem, hogy visszaveszem, ami az enyém. De soha nem hajtottam végre. Miért nem tudtam erről? Nos, úgy véljük, hogy ezek nem régiben kerültek fel a hajóra. Eddie műve? Mit akart ezzel? Mivel foglalkozik ön, Richard? Olyan üzletekbe fektetek, amik hasznot hajtanak. Főleg vendéglátásba. Ahol mást csőd fenyeget, ott maga a lehetőséget lát. Ha úgy érzem, hogy van benne pénz. Igen. Bulikat szervezni egy hajón nem tűnik túl nagy ötletnek. Látszik, hogy ez nem megy. A legjobb lenne túladni rajta. Van elképzelése, mi történt szombaton? Igen. Túl kicsi volt a legénység. Nem jöttek a többiek. Akkor csak a kapitány volt ott a lányával? Felhívtak, hogy jogilag nem futhatnak ki, és... nyomást gyakoroltam rájuk, hogy menjenek. Én egy vagyont fektettem ebbe az üzletbe. Azt hittem, hogy ha cserben hagyjuk a Verziszt, akkor nekünk befellegzett. Sok üzletet hoznak. És nem gondolta, hogy segítséget is nyújthat? Bár olyanok lettek volna a körülmények, hogy megtehettem volna. De én nem értek hozzá. Nézze! Figyeltem őket. Kínos bevallani, mert ez nem jellemző rám. De elrejtettem egy kamerát a konyhánál. Azon át. Ó, igen, egy kis meglepetés. Nem mesélte el nekünk, hogy beszélt vele. Mi az oka? Mert nem ért annyit. Megkérdezte, szóljon-e a vezetésnek. Panaszt tett volna. Én megpróbáltam... elfedni a tényt, hogy nincs elég ember a kihajózáshoz. Sajnálom. Tudtam, hogy nem miattunk van kiakadva, de nem akartam botrányt. A tönk szélén álltunk, csak az apámra gondoltam. Ne jöjjön nekem ezzel. Nézze meg jól, nem úgy néz ki, mint akit a pia hiánya izgat. Semmit sem tudok. Nézze csak meg! Úgy tűnik, alig beszélt vele. Tudom, hogy rossz fényt vett magára. Azt sem említette, hogy találkoztak. Tudjuk, hogy bűnös tevékenység részesei. És össze tudnám rakni a képet, hogy Danny látott valamit, amit nem kellett volna, és megfizetett, de... de valahogy én csak... nem hiszem, hogy bármi közük van ehhez. Olyan nyomot se találtunk, ami a szervezett bűnözéshez kapcsolná őket. De lehet, hogy benne voltak. Lehetséges, de... beszéltem a helyiekkel. Úgy vélik, hogy a rablás Patricia-nál egyedi eset. Amatőrök. Vitték, amire szert tehettek. Amíg Dannyhez célirányosan törtek be. Pontosan. Nem vittek el semmit, ami értékes. Nem hagytak nyomot, szóval nekem ez profi munkának tűnik. Hogy profi, az semmit sem jelent. Manapság a neten is kitanulhatja a betörést. De értem a lényeget. Nem biztos, hogy összefüggenek.
Más a módszer, mások az emberek. És van bármi a hajón, ami a gyilkossághoz köti őket? Még keresik. Igen? Akkor nézzük meg, mit találtak. A motoron kívül minden részét szétkapták. Akkor kutassanak tovább. Az hogy sérült meg? Mikor a lányok meghúzták a köteleket, a mólónak ütődött. A holttest a kampokra akadt, és ez lökte ki. Szóval, ha a teste itt került csapdába, akkor nem dobhatták be a vízbe, útközben, ahogy mondta? Hát, lehetséges. Igen. Sajnálom. Igen. Akkor feljebb van a kutya elásva. Át kell kutatnunk a partokat. Talán azért nem találtunk bizonyítékot. Mert eddig nem a jó tett helyen kerestük. Hölgyeim és uraim, kérem, hogy bármit csinálnak, hagyják abba. Tegyenek félre mindent, és menjenek be a hotel előcsarnokába. Mi a baj? Ez egy maguk lemennek. Ha bármit találnak, szólnak. Maguk arra mennek. És sok szerencsét. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Kenny! Tartsa szemmel azt a kettőt, nehogy elvitorlázzanak a napnyugtába. Tudnom kell, hol horgonyozták le a hajót. Mi van a csempészüggyel? Szóljon a vámosoknak, derítsék ki a kontaktjait. Miért? Mi más tehetnék? Asszonyom. Pár kampó nem bizonyíték, Kenny. A család felbukkant a közösségi médiában. Na, ne szórakozzon velem. Valakinek tudnia kell az igazat a nővérem sorsáról. Szeretném, ha... Nézze a kommenteket, akár egy lavina. És előállna ezzel az közé tettek olyat, ami titkos volt, akár amit csak a gyilkos tudhatott? Nem úgy tűnik. De előállt egy tanú. Mi köti a családhoz? Az áldozathoz köti. Valaki látta őt a halála előtti napon. Igazi tanú, vagy csak az időmet húzza? Na jó, hívja fel Aident, mondja, hogy ott találkozunk. Rendben. Asszonyom? Maguk a detektívek, ugye? Mert hogy ott a honlapon a képe. Vagy 15 percig szobrozott odakint, csak bámult minket. Ez hánykor volt? Későn. 11-kor. Egész éjjel itt vagyunk, rendezzük a kirakatot. Kintről csinált egy fényképet. Van köztük olyan üzlet, ami fodrászat volt? Nem, egyik se flancos. Ismeri valaki? Nem, megkérdeztem. Addig soha nem látta senki. Én se emlékeztem volna, ha nem látom meg a neten. Beszélt vele? Nem. Kimentem megnézni, hogy nincs-e baja. De mikor meglátta, hogy jövök, autóba szállt és elment. Keresd a rendszámot a Gladstone Road-i kamerákon. Péntek este 11-től. Igen, a halál előtti 24 órában. Jól van, Jack. Persze, már úton vagyunk. Nézze, mindegy hány arra kerül elő, zárassa le az egész hóbelevancot. A kocsi a közelben volt, épp amikor a nő mondta. Egyenesen idejött, miután ivott egyet a családtagjaival. Hajszálakat találtak ott, ahol a hajó horgonyzott. Biztos, hogy itt volt lent. William szőrmester. A tudtunkra adta, amit tudnunk kell? Hogyne. Akkor tüntesse el a tetthelyről. Legalább kizárjuk gyanúsítottként. Mi? Kémkamera. Az apjával a kabinban voltak a kikötéskor. Nem hagyták el a hajót. Még néhány pillanatra sem? Nem. Mondjuk, hogy lezajlott a grillezés. Igen. És sötét van. Uh-huh. Az emberek a hajóra szállnak, és ő visszajön ide. Ó, szegény lány.
az élete utolsó pillanatai zászlókkal kijelölve. Na jó, mondjuk, hogy az első dulakodásra itt kerül sor. De a támadás lényegében itt zajlik. Hm? Talán megpróbált elfutni, de ekkor megragadták a hajánál. Egészen eddig a pontig vonszolták, a víz partjáig, ahol megfojtották, és bedobták a vízbe, pedig még vert a szíve. Miért nem hallotta senki? Talán a motortól. Vagy más zajtól a hajóról. Megkezdődött a diszkó. Igen, a diszkó. Szóval behajítja a piás üvegeket, amint végez. Visszajön ide a gyilkossal találkozni. Ez alatt a hajó indulásra kész. Ő meg a folyóba kerül. Ekkor akad be a hajó aljába, ahogy elúszik alatta. De miért marad le? Mert a felénél kiszáll a pasia. Neki feltűnt volna? Igen, neki fel. Közölte, hogy összevesztek, nem igaz? Uh-huh. Mi van, ha az egész erről szól? Két ember összezördül, és ez a vége. Mert mint ez a harag műve, nem igaz? De bedobni őt a folyóba, az kiszámított. Lett volna más módszer, megpofozza, aztán továbbáll. De nem. Bárki tette, meg akarta ölni. És mi van akkor, ha egy idegen támadta meg? Persze, lehetséges. Lehet, hogy egy pszichopata épp erre jár. Hisz ez egy közterület. Nem, igaza van. Lehet, hogy szegény pára véletlenül belegyalogolt valamibe. Asszonyom, Kenny hívott. Megvan a lány táskája. Évente kétszer nyitják ki, vészgyakorlatként. A táska ott akadt fenn. Valaki azt hitte, hogy sosem kerül elő. Igen. Ott a laptopja. A laptop. Van rá esély, hogy hasznunkra legyen? Megszárítjuk és imádkozunk. Ugyan nem tréfálok. Nem, én se. Ha a kikapcsolt állapotban került a vízbe, akkor van esély. Helyes. A táska nagyon tömör. Mi? Azt hittem, a drága holmik mind kacatok. Vigyék. Na, Aiden. Ez az udvarló útvonala, nem igaz? A taxi járm felé, emellett haladt el. Munkába is erre jár. Igen. Gyanítja, hogy hűtlen volt hozzá. Még a buli előtt ellopja a laptopot. Valahogy szembesíti vele a kedvesét. Megöli, aztán idehajítja. Minek mennék a duzzasztóhoz? Épp ez a kérdés lényege. A laptopja miatt. A DNS dolog? Biztos, hogy a DNS-em rajta van a laptopján. Nem erről van szó, édesem. Sosem bántalmaztad Danielt? Nem. Biztos ki benne? Ilyet? Tudja, ki bántotta? Hogy jön ez ide? Senki se bántotta. Ez csak a családja mondja. Van egy tanunk, aki szerint Danit bántotta valaki. Kizárt! Danny nem volt cukorból. Ki tudott állni magáért? Rossz helyen keresgélnek. Valóban? Nézze, ez nem volt sírig tartó, de szerettem, és nem löktem le a hajóról. Asszonyom! Ne is mondja, nincs rajta a DNS-e. Van némi DNS a holttesten, de nem annyi, mint más embereké. Egy részük azonosítatlan. Szóval ez 100 000 évig tartana.
Kenny, segítsen nekem! Szerezzen indítékot! Mit művelt Danny a neten? Semmit, ami viszonyra utal. Nincs jelszóval védett, vagy rejtett e-mail fiók, nincs privát kereső. Semmi a köbön. Azon túl, hogy a taxi arra ment, amerre a táska volt. Nem egészen. Azt kérte, nézzünk utána, mi a helyzet pénzügyi téren. És mi? Nos, felkeresett egy Holton Reed nevű céget. Életbiztosításért, ami szöget ütött a fejembe. Talán csak a logika vezette. Nem. Egy pillanat. Ő nem az a fajta volt, nem, de? Szédi mondta róla. Nem voltak eltartottjai. Bérmentesen lakott a nővére lakásában. Kenny beletenyerelt. Itt csak ugyan kilóg a lóláb. Jack? Van egy tanú, aki a grillezésen látta Dannyt. Allenburgben? Igen. Egy pincérnő. Szép volt szívem. Egy pincérnő, aki emlékszik rá. Erre kérem. Nagyon sajnálom, hogy tegnap nem jelentkeztem. Nem szokatlan ez. Nem mindenkinek áll össze a kép. Igazából többről van szó. Nem akartam rosszat mondani valakiről, aki most... Értem. Meggyilkolták? Mindenki ezt pusmogja, de a baleset is felmerült. Hát nem, gyilkosság volt szívem. Szóval, hogyan találkozott vele? Csak összezördültünk. Egy órával előbb, mint megtalálták. Hogy zördültek össze? Rákiabáltam, és átkozottam. Értem. Na, és milyen körülmények között? Azt hittem, el akar hallgattatni. Miért? A pezsgőt töltöttem ki a grillezésen, és egy pasas megfogta a hátsómat. Részeg volt, de nem örültem neki. Ez szexuális zaklatásnak számít. Tudom. Totál bepipultam. Teljes joggal. Nyilvánvaló, hogy megesik az ilyen, de ez a pasas csak nevetett, és nálam leszállt a köd. Ami a fő, ki akartam tiltani. Mire a nő? Daniel a neve? Úgy van. Daniel el akarta simítani. Hogy fizeti a taxiutam? Fölemelik a fizetésemet. És úgy vélte, hogy így akarja elhallgattatni? Igen. És ahogy beszéltek róla, arra gondoltam, hogy nem én voltam az első. Tehát ön úgy gondolta, hogy ismerte őt? Le tudja írni? Igen, persze. Vagy még jobb lesz, ha megmutatom. Ő az. Nincs korábbi Priusza? És a rendszerben sincs benne. Megnéztük a szexuális elkövetők között, semmi. Rákerestünk a neten, de csak munkaügyben van fenn. Ő menedzseli az üzletet, ő meg Danny, közösen. A márkanév értékei... A márkanév értékei? Ne említse a fejeseknek, még számon kérnék. Hozzuk be szexuális zaklatásért. A többi jön magától. Ha szembesíteni akarom, Kenny, akkor legyen felkészületlen. Igen, jelenleg megneszelni. Bizony, értekeznek a neten. A gaz közösségi média. Van bárki, akit megkörnyékezhetünk? Megjön a Varziznál. Neki nem vettem mozi jegyet. Hozok egy pohár pezsgőt, rendben? Kiváló gondolat. Már vártam, mikor jönnek. Mi csak csevegnék. Néhány részletkérdésről. Kérem. Undorodom tőle, de lássuk be, egyeseknek bejön. Szóval a szexuális zaklatás mindennapos? Nem nevezném zaklatásnak, az itteni munka velejárója. Aki morog, annak kívül tágasabb. Mármint köztudomású, hogy 19 évesekkel szeret dolgozni. Daniel tisztában volt ezzel? Nem tudom. Mindig működött a családi egységfront. De zárt ajtók mögött megvédett. De ettől nem. Nem. És a rendszeres zaklatás soha nem került szóba? Mint mondtam, sokan kedvelik Rost. Nem tudom. Talán van, akit lefizetett. Ki tudja, mi van a barna borítékban.
Tehát készpénzt adtak át? Hogy elfolytsák a panaszokat? Lehet. De lehet, hogy tévedek. Mindig jutalmazzák a kedvenceket. Azt, aki fiatal és buta. Itt ez a szokás. Megvédem magam. Én azt javaslom, hogy ne mondjon semmit. De bőszen célozgatnak. Talán tartsunk szünetet. Ne, nem kell. Ne nevezzen senki perverznek. Szóval ön tagadja a Marina Dinuk zaklatásról szóló vádjait? Kicsoda? A pincérnő, aki pesgőt szolgált fel, a grillezésen. Hát persze, hogy tagadom. Jól van, akkor lépjünk tovább. Van egy tanunk, aki szerint ön rendszeresen zaklatja szexuálisan a Varzis egészségügyi és szépségszalon alkalmazottat. Nem, soha. Szoktam tréfálkozni, de még senkit sem zaklattam. Letagadja, hogy számos nőt megérintett? Az lehet. Lehet, hogy megérintettem, de az nem szexuális, az csak tréfa. Ők is így gondolják. Jó, rendben van, néhánynak nincs ínyére, ezt megértem. És nekik fizet a hallgatásért? Nem, erre nem került sor. Tudom, hogy bolond vagyok, és megjöhetne az eszem. De ez csak játék. Maga nem érti. Lisa nagyon befolyásos asszony, rendkívül elfoglalt, nincs sok szabad ideje. A tessék? Úgy érzi, hogy elhanyagolja? Ez magát feljogosítja? Nos, azt hiszem, mindent hallottunk. Tehát most térjünk vissza Marina Dinukhoz. A pesgőshöz? Eltalálta. Dani lehordta a viselkedése miatt a partin. Nem hordott le, csak szóba hozta. Miért nem említette ezt, amikor először beszéltünk? Azt hiszem, ez egyértelmű. Nem lehet, hogy ez a beszélgetés dulakodásba torkolt? Nem. Nem, sose bántanám Danit. Az életemet tettem kockára érte. Lélegeztettem. Ezért van az ön DNS-e a teste ezen részein. Biztosan. Nyilvánvaló. Nekem ez nem nyilvánvaló. Egy csöppet sem nyilvánvaló. Hey! Gyere, neki! Miattam jöttek ide? Ők az igazgatóink. Tud róla, hogy őrizetbe vettük a férjét? Mi? Miért nem hívott fel senki? Mikor adják ki a testét? Még legalább egy hét, de megkérdezem. Nézzék el nekem, csak így tudom átvészelni. Netán... Nem, szolgálatban soha. Szóval, tudod róla, hogy pletykálnak a férje viselkedéséről? Hát persze. Mit szólt hozzá? Úgy véltem, csak pénzt akarnak kicsikarni. Több van, mint másoknak. Ők is kérnek belőle. Túlárazások, feltűnő túlárazások. Szóval úgy véli, nincs igazságtartalma? Nincs. Teljesen légből kapott. Aznap este tudott a vádakról? Nem, ha bár nem lep meg, hogy most merülnek fel. Miért nem? A sebezhetőségünkre appellálnak. Többnyire nem érdekel, de... Dani miatt sokkal többet nem bírok. Nincs semmi más, amit elmondhatna a férje és Dani közötti nézeteltérésről. Semmi a világon. Ha lenne benne valami, akármi, elmondanám önnek. Csak hogy van egy tanunk, aki szerint Danit aggodalom gyötörte egy családi ügy miatt. Szerintünk a férje viselkedése miatt. Rossz eltitkolta, hogy vitázta. Nem titkolt el semmit. Csak nem akart minket felzaklatni vele. Rossz kedvelte Danit. Ezért is ugrott utána. Tudja, merre járt a férje a parti időtartama alatt? Igen, velem volt. De azt mondta, hogy egyedül kutatott Dani után. Rendben, talán néhány percig, de ha lelökte volna a hajóról, én tudnék róla. Higgy el, semmi sem kerüli el a figyelmem.
A homokba dugja a fejét. Nézi, de nem látja. Talán csak blöff. Mert ő maga is benne van. Igen, meg lehet, de valahogy nem gondolom. Mindig megdöbbent, mit meg nem tesz egy nő a pasiáért. Ha anyai ösztönt mondok, megpofoz? Nem, ebben igaza lehet. Ez nyújt némi magyarázatot. Ami jobb, mint a teljes butaság. Mert ő nem az. Ó, főnök, hívja fel Jacket. És ez kihűlt volna az asztalán. Ah, Kenny maga életmentő. Nincs eredmény a vállalatnál? Nem, sajnos nincs. Jack, keresed? Igen. Szerintem nem az online tevékenysége a meghatározó, hanem amit a merev lemez rejt. Mi van rajta? Számon tartott bizonyos kifizetéseket a nőnemű munkatársaiknak. Igen? Mennyi van? Meg tudja nézni? Menjen a következő lapra. Oké, szóval ezt csinálja Danny. Fű alatt összegyűjti az összes adatot, és bemutatja Lisának. Akkor egy dolog egyértelmű. Ross kiakadt, mert ellene gyűjtött bizonyítékot. Igen, lehetséges. Talán ezért kötött ki a laptop a vízben. Nézzük végig a lányok névsorát, szálazzuk szét, és hívjuk fel az összeset. Semmi értelme mindre rácsörögni. Nem biztos, hogy hajlandók bevallani. De megvannak a címek, nem igaz? Meg. Hívjanak ódivatúnak, de be is állíthatunk. Amelia Garwoodot keressük. Bent találják. Jó reggelt. Ő Stanhope főfelügyelő. Én Healy őrmester vagyok a rendőrségtől. Közölni a nevét és az irányító számát. Amelia Leonie Garwood, NL174RG. Jól van, akkor maga az, akit keresünk. Nem volt könnyű megtalálni. Miről van szó? Hallott róla, hogy találtunk egy halott hölgyet Keysideban. Azt, akit lelöktek a hajóról? Igen, ő az. Szörnyű. De semmit nem tudok erről. Varsisban senki nem beszél róla. Senkit nem ismerek a cégnél. Nem dolgozott náluk? Nem. Jelentkeztem, de nem vettek fel. Nem is vett részt a próbanapokon? Nem. Csak kitöltöttem a jelentkezési lapot. Megadtam minden elérhetőségemet, de interjúra sem hívtak be. Ami igazából bántott, mert vonzó volt a pénz meg a juttatások. Itt meg alig van ebédszünet. Mi volt olyan vonzó a juttatásokban, szívem? Főnök? Kenny, az a biztosító cég, amit Danny megkeresett. Valami Reed, ugye? Igen, Holt and Reed. Úgy van, az. Mi a cím? Be akarok nézni hozzájuk. A Mangrove House, Kirkgateben. Maga viccel. Azt hittem díszletezők. Az a 67. Mi a 67 átkeressük. Egy biztosító céget. A mellette levő? Nem tudok biztosítóról. Majdnem biztos, hogy egy bérlő volt, és ingatlannal foglalkozott. Mikor ment el? Pár héttel ezelőtt. Biztos, hogy valaki használta. Van telefonvonal, nincs levelek halma. Sietve távoztak. Azt mondanám, hogy a Holt and Reed biztosító nem több, mint egy logó, meg egy honlap. És ezért jött Danny ide. Ne dőljenek be a látszatnak, ez nem vállalat. Ez egy fedő cég, amivel pénzt mozgatnak. A fő kérdés az, ki hozta létre és miért? Maga a Varsis, hogy elrejtsék a kifizetéseket. Igen, lehet, de ennél egyszerűbben is intézhették volna, nem? Nos, 24 órával a halála előtt, Danny egy bárban volt a kedvesével, és egy titkos műveleten töprengett. Ami nem igazodott el, de talán valaki segített, ellenőrizze, és aztán elment ide.
Késő este. Szerintem menjünk el még párhoz, az nem nagy ügy. Több mint 200-an vannak, híre megy. Nos, ha több mint 200 alkalmazottjuk van, miért csak 80 ment bulizni? Talán a tömeg miatt. Ó, talán csak 80 alkalmazottjuk dolgozik. A többi talán csak név a fizetési listán, kamuvállalat, kamu alkalmazottakkal. Van logikája? Pénzmosásra jó. A nem létező emberek nem tesznek fel kérdést. Igen, ott az a lány a bababoltból. Elkérték az adatait, majd egy állással kecsegtették. Hány olyan emberük lehet, aki alig érti, mi az életbiztosítás? Na igaza van, fiatal nőket szerződtetnek, akik nem veszik észre, hogy kihasználják őket. Mivel mind ifjak és sebezhetőek. Megfirkálják a könyvelést. Pontosan. Mi van, ha itt nem is a szexuális zaklatásról van szó? Ha ez nem más, mint a régi és jól bevált csalás. Na? Központ hívja a 92-est. Vigyük le a kocsiba? Igen. Ez abszolút nevetséges. Erre semmi szükség. Kiviszem a kocsihoz. Erre, asszonyom. Fejre vigyázzon. Előbb a férjem, és most én. Igen. Emlékszem rá. Ő az. Tényleg? Nem jártam az irodáikban. Nem is tudtam. Nem, de valahogy mégis jóvá hagyott számukra jelentős kifizetéseket. Nézze csak! Nem csak én hagyok jóvá pénzmozgásokat. Azon az estén, mikor Danny feldultnak tűnt, nem akkor szembesítette magát a csalással? És nem mondja, hogy a pia miatt dühöngött. Azért volt dühös, mert rossz bajba került egy pincérnővel. Tudom, hogy mindenki ezt mondja, de a kettő nem függ össze. Azt hiszem, lányokat fizettek le, és eltussolták. Úgy vélem, hogy ez sem igaz egészében. Úgy értem, ha ezt akarták eltussolni. Miért kellett minden nőt, akik nem is dolgoztak a Várziznél, nyilvántartani? Nézze, tudom, hogy ön lojális, Póla, de egy nőt meggyilkoltak. Együtt kell működnie. Senkit sem akarok bajba keverni. Úgy értem, ha ez Lisa stiklije, én nem ütném bele az orromat. Hányra adott engedélyt az elmúlt 7 nap során? Van egy kezdő, aki prémiumot kapott. Jól van. Legyen ő a hónap kamu munkatársa, nem? Sok olyan van, mint a bababoltos nő? Igen, van egy egész garmadányi név. Majdnem 12 rongy per kop. Igen, 0 munkaórával, és az adó az ő gondjuk. Valaki a számlákkal is játszadozik. Tessék, nézze meg ezt. Simon, a szobafestő. Egy személyes cég, 1 hét alatt 15 boltot festett ki. Nálam is lenne dolga. Ennyi pénzért inkább nem. Majd Aiden ellenőrzi a vállalkozókat, ha léteznek egyáltalán. Ez csak sima adócsalás, vagy valaki lefölözi a hasznot? Asszonyom, mi lesz Lisával? Vigye be az egyesbe, hadd aszalódjon. Jack, menjen el Paula lakására, és nézzen körül. Igen. Jóban vagyok a felettesével. Megkérdezhetném, miért zaklatnak? Igen. Említse meg, hogy a hamis könyvelésük miatt ő maga is gyanúba kerül. Szét fogja vetni az öröm. Ha lenne valami svindli, tudnék róla. Azt állítja, hogy ön minden pénzről tud, ami a számláján bevét vagy kivét. Akkor az a felújítás Jazzmondban mennyibe fájt? 50 000-be. 100-ba. Mennyi fizetést ad Megan Sibisinek? Nem tudom, ő a bolt vezető, szóval kb. 23 000. Inkább 46-ot. 2 eltérő számlára. Jól van, szóval mégsem tudok mindenről. Van, amit Pólára bízok. Őt kérdezze. Úgy gondolja, hogy ő itt a hunyó? Lehet, hogy itt-ott lecsíp magának valamit. És maga tűri? Talán nem jutalmaztuk úgy, ahogy kellene, az évek során.
A belét is kihajtja, egyre nagyobb a profit. Úgy éreztem, talán megérdemelte. Az őrmesterem korábban beszélt ezzel az emberrel. Felismeri őt? Nem. Ami alig ha meglepő, mert ön felöntött a garatra. Ő a kidobó a Triptych bárban, a városban. Egy nappal a buli előtt egy taxiba tette. Remek. Hát, rendes tőle. Azt mondta, ott ültek kint a járdán, és az elhunytal becsmérelték egymást. Szóval, miről volt szó? Nézze, elég sokat vitatkoztunk azon, hogy mit kéne kezdeni rossz helyzetével. Nem hiszek magának. Azt hiszem, ez a rosszféle ügy csak kapóra jött. Kérem, mondja ezt annak, akit zaklatott. Maga megrövidítette a várzízt. Jogtalan kifizetéseket fedezett. Bankszámlákat nyitott olyan emberek nevén, akik csupán állást kerestek. Nos, ez körmönfont módja annak, hogy megjutalmazza magát Paula. De Danny rájött a durvisságra. Honnan tudok róla? Onnan tudom, hogy ott hagyta abban a kocsmában, és elment, hogy szemügyre vegye a maga kamu biztosítási cégét. Mennyit lopott el, Paula? És mire jött rá végül Danny? Jól van. Persze, értem. Azért köszönöm. A nő bankszámlái. És mi a helyzet? Nyakig eladósodott? Az a helyzet, hogy sose volt semmilyen adóssága. És a hitelkártyák? Az nagy csábítás. Nem, Jack szerint a lakásban semmi sem utal költekezésre, luxus nyaralásra, feltűnő ajándékra. Mi van, ha igazából nem is hasznot akar? Ami viszont van, az néhány gyanús tranzakció. Úgy véltem, hogy valutával kereskedett, de utána néztem, titkosított. Titkosított? Azt hittük, hogy ez egy kifinomult csalás, Kenny, de ez egészen más szintre emeli. Kutakodtam egy kicsit. Az összes cég ugyanoda van bejegyezve. A Brit Virgin szigeteken. Szóval nincs egyéb nyom, nincs több irat. Nincs. Nincs semmi fizikai érintkezés. Rájöttem. Paula közvetítőként folyt bele a pénzmosásba. Nem csoda, hogy kiborult a Billy. Valaki pénzt fektetett a várzízba. Igazolni kell, hogy miért van sok készpénz. Úgy kell tenni, mintha elköltenék. Akkor igaza volt. Szervezett bűnözés. Mindenben ott igen, a kezük. De talán ebben nincs. Tartozásaim voltak. Szóval... pénzt helyeztem át a számlámra, hogy fedezzem a hiányt. Aztán, hogy azt fedezzem, a fizetésekkel kezdtem mahinálni, és aztán görgött, mint egy lavina. Igen, ez mind nagyon megható, szívem. De nézze, én tudom, hogy nem a saját zsebére dolgozik. Szerintem maga más helyet viszi el a balhét. Úgy, ahogy Lisa igáját húzza, csak most másét. És ki a kapcsolat, aki összeköti önt? Egy profinőt, aki dolgozik a megélhetésért, és őket. Azokat, akiknek ki tudja, honnan származik a piszkos pénze. Ki az illető? Ne most! Kérem. Volt egy boros pohár Paulánál. És rajta egy új lenyomat egy másik tett helyről. Thank you.
Mr. Desai! Igen? Igen, az ügy, amiben detektívek nyomozunk, az ön... Nyakon csípték? Becserkészték? Aha, még nem. De van némi fejlemény az apja ügyében. Itt találták meg. Fejsérülés, horzsolás a korlát szilánkjaitól. Nem tudták biztosan, de azt mondták, talán megbotlott és aztán szívrohamot kapott. De nem zárták ki, hogy támadás érte. Mm. És hogy lelökték. Nagyon sajnálom, hogy nem oldották meg, szívem. Őszintén. Tudom, hogy mindent megtettek, de hogy ennyi időn át hiába... A sorsára hagyták. Ez kegyetlenség. Meglett a tettes új lenyomata. Egy ép. A hüvelyk újjé. Én nem... Csak nem találtak hozzá egyezést. Nézze, nem fogok hiú reményt ébreszteni, de... Azt mondom, hogy az erős bizonyíték gyakran hoz eredményt. Igen, lebukik. Ebben reménykedünk. Van bármi ötlete, miért támadtak rá az apjára? Sokat töprengtem rajta, mármint lehet, hogy csak egy hétköznapi betörés. Mm. De? Mm. Azt hiszem, a szerencsejáték okozhatta. Ezt miből gondolja? Halvány sejtelmem se volt, és más se gyanította, de a halála után egyértelmű lett, hogy az anyagi helyzete csapnivaló. Értem. Azt hiszem, az éttermet szipolyozta. Tudja, így fedezte a veszteséget. Köszönjük. Jól van. A könyvelés azt mutatja, hogy gyorsan nőtt a vesztesége. Készpénzt pumpáltak bele, aztán hirtelen a tönk széle. Szóval pénzt szerzett, és aztán mi lett? Talán az apjának inába szállt a bátorsága, vagy elszúrt valamit. Talán megfönnyegette őket, hogy jelenti, nem tudom. De ez volt a bosszú. Himes Desai. Egy éve holtan találták. Nem találkoztak? Nem. Nem. Bárki is volt vele, mikor életét vesztette, az elmúlt pár napban az ön lakásában járt. Nem hiszem el. Nem? Akkor mutatom az új lenyomatot. Ez segít, hogy felismerje. Tehát, ki volt az? Ki ment el magához? Hm? Nézze, az egyik legrégebbi barátja meghalt. Igen. Tudom, de én szívem rettet kézzel esküszöm, hogy fogalmam sincs, mi lett vele. Nézze, nem fogom gyilkossággal vádolni, ha megmondja, ki ment fel magához, és ennyi az egész. De ha nem árulja el, szívem, és kimegy innen, úgy tűnik végzett Mr. Desai-jal, végzett Dennyvel. Miből gondolja, hogy magával nem végezne? Komolyan el kell beszélgetnünk Póláról, szívem. A maga testvérén kívül ki van még az életében? Senki. Csak a munka és mi. Semmi kapcsolat? Nincs. Híresen szingli, amin mi sokat kuncogtunk. Őt nem bántotta, hogy nevetség tárgya? Talán. Talán tényleg zavarta. Mármint ő irigyelte Lisát, de ki nem. Hm. És valami megváltozott, de nem gondoltam, hogy valami rosszat tett. Egyáltalán. Azt mondja, megváltozott. Hogyan? Hogy igyekezett kicsit összekapni magát. Csak hogy balul ütött ki. Mint a klasszikus példa. Egy befektetési kurzuson megismerkedett egy hapsival, egy gazdag Rómeó, valaki segített a portfóliót kezelni. Azt gondolja, hogy ez hazugság? Igen, mert túl szép, hogy igaz legyen. Ugyanakkor Danny azt mondta, hogy lehet benne valami. De túlzásba vitte. Mint aki egy George Clooney-t fogott ki magának. Hercegnőként bánt vele. Ház Görögországban.
De hiába hívtuk bármire, soha nem jelent meg. Aiden, kösz szépen. Adja a mobilt. Tessék? Az enyém lemerült. Csak megnézek valamit. Mit keres? Az események sorát. Kérem, kérem. Igen, az események sora. Danny felszáll a hajóra. Parti, parti, parti. Aztán elfogy a pia. Mit csinál ezután Danny? Megkérdi Kirstyt, aki a hajó tulajdonosa, és ha nem panaszt akar tenni? Mi van, ha ekkor áll össze a pénzmosás menetének rendszere? Nézze, kiköti össze a nyomozás két szálát. A pénzember, akinek mindenben benne van a keze, akinek annyi üzlete van, hogy a váz is csak habatortán. És ezzel rögtön a csúcsra röpíti magát. Richard! Igen, a hajó tulajdonosa. Kerüljék meg a házat. Én megyek elől. Valami? Nincs jelen mozgásnak. Kérdezzék meg a szomszédot. Beszállt egy taxiba. De mégis mi ez az egész? Most szállt be egy taxiba, fenébe. Rajta keríts elő. Intézem. Melyik társasági? Tudjuk, hogy van egy víkendház a Görögországban, de azon belül hol? Nem tudom. Nem hiszek magának. De nem csinált semmit. Akkor talál logikus magyarázatot. Hol van ez a víkendház? Utolsó figyelmeztetés a Thessaloniki beutazóknak. A gép hamarosan indul. Azonosítsa a hívásokat, amiket eszközöl Danny halála estéjén. Kimondott mit és kinek. Gyerünk, Paula, hol van az a ház? Igen, már a terminálon vagyok. 17:45 Thessaloniki. Meg lesz. Szálljanak fel. Félre, rendőrség! A 17 órakor induló Thessaloniki géputasai azonnal szálljanak fel a repülőre. Felhívott, hogy közölje. Elsimította a dolgot vele, és ahogy engem, őt is megdöbbentette, ami történt. És maga bedőlt a cselnek. Hogy képes egy olyan intelligens nő, mint maga, bevenni egy ilyen trükköt? Szó sincs trükkről! És megbízom benne. Mellette kétszer annyira önmagam lettem, mint előtte. Szeret. Bűnrészessé tette magát. Azt én magam is akartam. Végre megkaptam, amit érdemeltem. Danny is azt kapta, amit érdemelt? Nem, és ő nem lökte le a hajóról. Igen, ebben igaza van, előbb megfojtotta, csak aztán dobta a vízbe. Nem is volt ott, amikor ez történt, már régen hazament. Mit gondol, mikor történt? Éjfél körül. Téved. De Keyside-ban került elő. Igen, mert a hajó magával sodorta. Hogy érti? Úgy értem, hogy beakadt a hajó aljába, miután a tettes megölte a hotelben. Igen, ez bal szerencse volt számára, csak hogy Daniel számára még nagyobb. Nem kéne felvenni? Nyugi, foglalt. Semmi baj. Várok.
Nos, nincs magáról semmink, ugye, Richard? Biztos, hogy nincs terhelő ítélet, ha erre céloz. A maga szakmájában előnyös, ha nincs Prius. Rendkívül hasznos a munkatársainak. Nekem nincsenek munkatársaim. Egyedül dolgozom. Ó, igaz. Maga az a fickó, aki megragadja a lehetőségeket. Nos, mi ismerjük ezeket a lehetőségeket. Arról, hogy miképpen, hogyan mosott egy egész vagyont helyi üzletekben, a Varzist is beleértve. Hogy vette rá a barátnőjét, hogy ő maga is bűntárs legyen, és ez mind lassan, de napvilágot lát. Ez nevetséges. Azt hittem, ez gyilkossági ügy. Sajnálom, igen. És van bizonyítékunk, ami ahhoz köti magát. Nos, ez egy feljegyzés arról, hogy a Grey Street-en volt a mobilja, és az Ellen Bird Manorban szombat este. És? Jöttem, mentem. És ez az igazság, mert mindkét helyszín az áldozathoz köthető a halála estéjén, ami határozottan arra utal, hogy járt a lakásnál, ahová betörtek, aztán azon a környéken, ahol végül meghalt. Az, hogy arra utal, még nem bizonyíték, ugye? Ó, és a mobil szintén bejelzett Teesside-on, ahol megtalálták a táskát. Valóban házról házra röppent, mint egy madár, hogy elfedje a nyomait. Ez közvetett bizonyíték. Tudja, hogy az. Így igaz, de összeáll egy képpé. És az elég hozzá, hogy feltegyük a kérdést, miért folytotta meg Daniel Varzit. Nem ismertem, szóval miért öltem volna meg? Nos, az egyik oka az lehetett, hogy felfedte a stikliét. Ez mind az, amit előásott magáról. Csak hogy van itt egy bökkenő, az, hogy még ha kis tállal felfedde, hogy maga csaló, ugyan, egy olyan ember, mint ön, te jó ég, kitáncolt volna belőle, mennyit kapna? A max 3 évet. Akkor most személyesen jelentette ki, hogy nincs indítékom. Nem, csak azt mondtam, hogy ez az indítéka. Maga tudta, hogy ha a rendőrség az ügybe kerül, feltűnik nekik egy étterem tulajdonos különös halála, Kimes Desai, és rájönnek, hogy ön rejtélyes módon jelen volt, amikor meghalt. Tudott róla, hogy egy remek új lenyomat maradt ott a helyszínen? Szóval nem olyan okos, mint képzeli. Megkockáztatta volna, hogy Danny leleplezze a csalást, de azt nem kockáztathatta, hogy összekapcsolják Mr. Desai ügyével. Szóval, hogy ne hagyjon elvarratlan szálat, megragadta a lehetőséget, és úgy döntött, hogy örökre elhallgattatja. Hűha! Szalma szálakba kapaszkodik. Tényleg? Ez az egész totál észszerűtlen. Miközben maga teljesen észszerű. Maga kiszámított kockázatot vállalt a lány megölésével, hogy elkerülje, hogy lecsukják, mert őt is megölte. És itt van a kutya elásva, nem igaz, Richard? Ez a maga indítéka. Így van, nem? Nos, megnémult? Jól van. Nem akar beszélni. Akkor essünk túl a formaságokon. Kérem. Egy gyors minta elég lesz. Igen, DNS Danielhez és új lenyomat Mr. Desaihoz. Ha megteszi, ha börtönbe küld, én eljövök magáért. És hogy akarja megtenni? És ne mondja, hogy ismer olyanokat. Magánál rosszabbak is fenyegettek. És ha azt hiszi, hogy az ilyesmi segít magán, most tovább, mint hittem. Stanhope főfelügyelő kimegy a teremből. Viszlát! Thank you.
Danny nem sejtette, mibe tenyerel bele. Nem figyeltem. Pedig tudtam, hogy baj van. Ha kifaggatom... Miért nem jött hozzánk? Nos, feltételezem, hogy ne roncsa el az estét. Én nem bántam volna. Miért ment el vele? Mi okból? Hallani akartam, mit felel. Hát, ha van magyarázat. Hogy ne ártson Pólának. Póla tudta. Mindvégig, igaz? Miközben gyászoltam. Igaz? Szerintem nem. Igen. Oké, az nem jó hír. Igen. Tájékoztasson mindenről. Köszönöm. Tadá! Miről is? Mit gondol? Erről. Fogalmam sincs, mit nézek. Kiváló. Akit rossz zaklatott a szállodában, hajlandó feljelentést tenni. Az ügyésznek lesz elég anyaga, hogy vádat emelje. Igen. Sok kurázsi kell ahhoz, hogy így merjen előállni vele. Jó sok kurázsi. Bár több ember tenné ugyanezt. Azt hiszem, hogy manapság egyre több ilyen van, nem igaz? És hála Istennek ezért. Az én időmben ez másképp zajlott. Na jó, ne hagyja, hogy Kenny túl sokáig feltartsa.